Megvan valami. Ha így folytatja, elmegyek innen. Csak tessék! Vegye el a Balázs irányát. Én a Siposhoz menekülök. A Sipos elfog engem venni feleségül, mert a Sipos az egy komoly tisztességes ember. És ha én egyszer Siposról leszek, nem nyúl hozzám többé másfért is soha. Tőle nem maga. Siposhoz menekül? Vén asztalos legényhez? Nem asztalos legény, butott emező vagyok. Szép kis parti. A 10 évig jó volt szeretőnek, tényleg is jó lesz. Öreg! Az a jó, néhány év is én is az vagyok. Sose szerettem. Az szép, csöndes, komoly dolog. Utáltad? Nem úgy, mint én. És nem is fog elvenni. Azt majd én megmutatom neked. Fáj? Ki sem tudom mondani, hogy rossz, mit érzel? Ki tudom mondani? Szégyent érzem, de. Szégyent érzem, mert a hiúságot kapott egy nagy nyaklevest. Én tudom, hogy ez fáj neked, te szép ékszerész, de én lök le ki téged külön, mert te löksz ki engem, és én akkor belakasztom magam. Minek jöttél be? Hát tudok készíteni a Sipos úrnak. Nem igaz. Hallgatózni jöttél. Most hová mész? Hát kimegyek. Minek? Mert azt tetted mondani, hogy jöttél. Hey! Ne felesel! Végess csöndben a dolgot. Készíts a Sipos úrnak fabákot. Mosdóvizet pár. Gyerek! És már neki cipeled azt a gyereket. Kérem, most az anyja adta ide, hogy vigyázzak rá, mert ő elment sörért a morbicerhez. Én már igazán nem tudom, hogy mit csinálni. Miért nem tennél sörén? Nekem kérem, a Sipos urat kell kiszolgálni. Különben is már itt van. Lenn beszélget az utcán a szárfugra. Gyerekek! Csak beszélni szeretnék magával egy 5 percet. Nyugodtan, hogy ezt megmagyarázom. Maga neked nem magyarázok meg semmit. Kérem, ne hagyjon itt! Kezdeket csókolom! Oda készítjük a Sipos bácsinak a papucsot, meg a kabátot, jó? De maradj szép csöndesen! Meg ne mozdulj! Január 30-án a Körúti Színház társulata egy újabb darabbal örvendeztette meg a közönséget, és tette felejthetetlenné az estét sokak számára. Ez alkalommal Molnár Ferenc Üvegcipő romantikus vígjátékát tekintették meg az érdeklődők. A társulat 2015 óta minden évben tart színházi előadást városunkban, melyet mindig teltházas közönség fogad, mondta Erdei Anna, a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény vezetője. A Körúti Színházat 2015 óta köszönhetjük itt a Dorogi Márton Művelődési Központban. Ugye évről évre nagyon színvonalas darabokat hoznak ide nekünk, ugye a városlakók nagyon-nagyon szeretik ezt, és hát egy évadban körülbelül 4 darabot szoktak játszani. Ez azt jelenti, hogy több mint 1000 főt szoktunk köszönteni itt a színházterembe. Ugye volt olyan év, mikor gyerekdarabokat is hoztak, most is gondolkozunk egyébként rajta, hogy a közeljövőben majd gyerekdarabokat is hoznak nekünk, hogy a gyerekeknek is kedvezzünk egy kicsit. Ugye ma 19 órától az Üvegcipő romantikus vígjátékot hozták el nekünk, melyben például többek között szerepel Kautzke Armand, és bérletes előadás sorozatokat is ugye hirdettek, a bérletek is nagy számban elkeltek, valamint a szólójegyeket is folyamatosan árusítottuk, tehát a mai estén is teltház lesz. Ebben az évadban most a 3. darabot hozták el nekünk, lesz még egy 4., Endre és a többiek, ez egy zenés stand-up est lesz, hogy reméljük, hogy ez is tetszeni fog a városlakóknak, valamint ugye nem csak a püspöklányok szoktak eljönni ezekre a színházi előadás sorozatokra, hanem a környező településekből is köszönhetünk nagyon sok mindenkit. Galambos Zoltán igazgató úrral nagyon jó a kapcsolatunk, tényleg nagyon szereti a püspökladányba ide a művelődési központba járni, és a múltkor, mikor itt voltak, tett nekünk egy kis szívességet, hiszen a középiskolás diákokat fogadták, még a színházi előadás előtt betekintést nyerhettek abban, hogy hogyan is készülnek ilyenkor a színészek, a különböző kis elemeket hogyan építik fel az előadás előtt. Galambos Zoltán rendező igazgató televíziónak elmondta, ez a társulat legújabb darabja, és nem véletlenül Püspökladány a 2. állomása a bemutatónak. Mi a 4. évadot kezdjük itt, mint színházbérlet, évi 4 eladással, plusz gyerekeladások, tehát nem először láthatnánk darabot, hanem gyakorlatilag hazajövünk ide most már. Ez az Üvegcipő Molnár Ferencnek az egyik legszebb darabja, vagy én szerintem a legszebb, ez a legújabb bemutatónk, ezt
egy hete játszottuk először, most játszunk másodszor. Nem véletlenül hoztuk ide másik előadásnak, mert itt egy olyan nagyszerű közönség van, és minket itt annyira szeretnek, hogy itt még ha nem is leszünk annyira ügyesek, akkor is elnéző leszünk a közönség. Tehát nyilván nem ez lesz, hogy átesik valaki a küszöbön, hanem hogy is legyen picit tétovábbak leszünk. De hát szerettünk itt lenni, nyilván szeretnek is minket, és hát ez egy szerencsés együttállás a dolgoknak. Látod, Lilike? Ez a házi kabát. Ezt veszi fel a drága mérges a testére. Dohány szaga van. Az Irmának nem szabad az esővízben megfürdeni, az Irma csak legyen piszkos. Jó van. Az Irmának nem szabad kéknek lenni, mint a holdvilágos tündérnek. Kért eljön a felhőkből a szép pilóta, és letérdel eléje boldogsága gyönyörében, igaz szerelemért, édes fájdalomért, szívem gyönyörében. Jó van! Cicit adtam a kis macskának. Hát olyan puhán feküdt a mellyemen. Négy napos sejem macska, bársony macska, tiszta sejem bársony. Az se szabad. Jó van! Nemzetében se szabad menni egy hétig. Jó van! Majd délután felgyűsz velem a palincsén a padlásra, Lilike, jó? És megstapoljuk az összes harisnyákat, aztán lejössz és nézed a vasolást. Gyere, párna, megszagoldak téged is. Az én édes drágám magszik rajtad. Ez is dohány szagú. Drága mérgest megcsalja a kedves a császár pállal. Kérlek, párna, súgd a fülibe, amikor rád fekszik, hogy ne a hűtlen adélt szeresse, hanem az én hű szívemet szeresse. És ne szívjon engem mindig. Drága mérgest megcsalja, úgy fáj a szívem érte. Igazgató úr az üvegcipőt Molnár Ferenc egyik legszebb darabjának tartja. Rengeteg lélek, szépség van benne. Elmondása szerint egy rendező akkor vesz elő egy darabot, amikor azt a társulat megkívánja. Az ő társulatánál ennek a darabnak most jött el az ideje. Na, ez a legszebb darabja szerintem Molnárnak. Egyrészt nagyon sokat lehet rajta nevetni, de nem ez benne a legfontosabb, ezért nem vettem volna elő ezt a darabot. Egyrészt az ember akkor vesz elő egy darabot, ha színházigazgatónak gondolja magát, amikor a társulat azt kívánja. Az én társulatomban most volt egy Irma, aki a női főszereplő, és volt egy Sipos úr, aki a férfi főszereplő, ezek Karajvanov Lilla és Kautsky Armand, és mind a ketten pont abban a pillanatban vannak, amikor ezt nekik meg kell csinálni, később már lehet, hogy nem ilyen lenne, és hát ebben a darabban annyi lélek és annyi szépség van, amire azt gondolom, hogy a mai világban ez jó közhelyes, ugye? Még ilyet már nem mondunk 20 éve, de hogy azt úgy vágyják az emberek, hogy szép dolgokat játszunk nekik. És a Módis Herold volt az első, ahol úgy megbátorodtam, hogy nem kell mindig nevettetni a közönséget, nem kell annyira nevettetni a közönséget, hogy előhúztuk ezt a darabot, és én imádom nézni. Hát most az ugye a különlegesség a darabnak, ha ezt magamat nevezhetem különlegességnek, hogy ugye az én szerepem, ha én rendezem a darabot, én nem tudok próbálni, tehát megkértem Fila Balázs színész kollégámat, hogy próbáljon helyettem is játszon el egy-két előadást, és aztán mindjárt a másodikra én fogok ma beállni, mint rendőrtanácsos, úgyhogy én egy különös izgalommal készülök, de hát itt olyan cukin szoktak engem mindig szeretni, ha viccelődök a színpadon, hogy hát ha ma se fog megdobálni senki, plusz hát ugye épp ma lettem 52 éves. Ami hát, ezt mondanám a fiatalabbaknak, hogy ez az én koromban, ez már messze nem egy örömünnep. Ilyenkor az ember nem már izgatottan nézi reggel, hogy milyen ajándékot kaptam, hanem az ember azt gondolja reggel, hogy valahogy ezt a napot gyorsan túl kéne élni. Ugye amikor a kollégáim kérdezik, valaki kérdezi, mit kérsz a születésnapot, azt szoktam mondani, egy guillotint. De hát, ugye, tehát, hogy foglaljuk össze egy születésnapot, és beállok a darabba, plusz játsszuk itt a darabot, tehát, hogy ez egy különlegesen szép nap lesz. Milyen az ön karaktere? Hát én azért alapvetően rendező vagyok. Néha felszemtelenkedek a színészek közé színészkedni, de ezt akkor teszem, ha rám van szükség. És hát én peskatujázottam el ezekre az 50-es rendőrökre. Tehát itt is egy rendőrt játszom, aki bejön, tekintélye van lelke, de hát nem az a lágyan sziporkázott rubadúr, hanem inkább a keményen odaszólogatós. Úgyhogy hát nekem ez jut. Montilike, nem veszed le azt a gyereket az asztalt! Kedik, csókolom!
reménykedj, asszony! Reménykedj, asszony, annak a gyereknek, ahelyen kilátott még ilyen. Kedi, csokolom, bocsánat, tévedés volt. Hogy tetszik lenni? Vasárnap ebéd előtt is rossz kedvem van. Megkérdezd, mit kezd a gyereket? Igen. Gyere, gyereket! A Sipos bácsi mérges. Na már! Nyakkendő! Melegben? Nem kell. Nem kell. Vissza? Vissza! Ingolj! Ingolj! Két víz! Két víz! Friss! Szappan! Szappan! Örölköző! Tiszta! Másik cipő. Másik cipő. Egyik papucs. Egyik papucs. És másik papucs. Kedve vissza. Ki jön vissza? Volt a személyes húsát. Leves. Ajtó. Ajtó. Leves! Na. Milyen? Meleg. Hideg? Meleg. Hideg. Visszavidés meleg. Itt hagyás, békében hagyás. A történet 1924-ben játszódik egy józsefvárosi panzióban, Sipos Lajos szobájában. Szabó Irma, a cselédlány szerelmes a műbútorasztalos Siposba, ám azt tudomásán vesz róla, házasságra készül Adéllal, a panzió tulajdonossal. Sipos Lajos szerepében Kautsky Armandot láthatták a jelenlévők, aki televíziónak elmondta, milyen az ő karaktere a darabban. Ez egy csodálatos szerep, szinte azt mondom, hogy a magyar irodalomnak az egyik legnépszerűbb és legcsodálatosabb, legösszetettebb szerepe, Sipos Lajos, a műbútorasztalos, ez egy ilyen legendás szerep. Igazából egy óriási nagyszívű, de kifele nem mutató ember. Mindezt nagyon eklatáns az a mondat, hogy mink iparosok befelé nedvesedünk. Tehát az érzelmeit nem nagyon mutatja ki ez az ember. Nagyon sok ilyen ember van manapság is. Én nagyon szeretem ezt a szerepet, az egyik kedvencem. Mennyire áll közel vagy távol öntől ez a karakter? Nem igazán. Nekem ezen dolgoznom kellett, hogy én megfeleljek ehhez a szerephez. Úgy érzem, hogy én azért ennél érzelemgazdagabb, vagy hogy mondjam, energikusabb ember vagyok, vissza kell fogjam magam ehhez a Siposhoz. De pont ez a jó benne, és ez ettől kihívás. Ugrálsz, hogy minden kétszer nagy ugrálással csinálsz, mint kellene. Szépen, rend és legyen, egy-kettő! Szakó, kézvíz, papucs, újság, láss! Megszakadtad volna ezt már 8 év alatt. Ez így van minden nap pontosan, és ebben nem is lesz változás. 8 év előtt még csak 11 éves voltam. Hát most miért mondod? Hát mert azt tetted mondani, hogy 8 év alatt már megtanulhattam volna. Hát most 19 éves vagyok, akkor 8 év előtt még csak 11 éves voltam. Mi ez, társalgás? Kis boldog csevegés, Siposuk. Meg itt jár a szár. Már nem jár, majd be is fogtam. Récsek. Kezdj csókora. Hol vész? Semmire. Akkor miért? Mondtam. Ugye? Igen. Récsek. Kezdj csókora. Már miért fokolod megint a kezemet? Tiszteletből. Na, akkor vitt a tárgyért tiszteletből, és hozd a hús tiszteletből. Vonjú vesés van a spenóttal. Kérdeztem? Ha nem. Csak mert a többiek mind combot kaptak. Csak a Sipos úr kap vesést. Ajtó! Még nyitva se hagytam. De fogod? Vagy nehogy fogom. Ajtó! Ajtó! Jég hideg, gyönyörű kék hüvet. Leves után 9 hüvet. Tizenegy, három tized. Hiányzik a borból? Nem. Kevesebb? Mondom, hogy nem. Több. Házmester, lopd belőle és fizettől utána.
tessék lejutni a teret! Az csak dísz rám, édes fiam! Felsázd telet krumplival! Te prücsek! Az nem azt mondod, hogy veséses melóttal? Azt hittem, de tévedtem, bocsánat! Nagy hiba! Miért nagy hiba? Azért, mert most át kell kapcsoljam a gyomromat felsára és krumplira! Amikor azt mondod, hogy veséses spelóttal, akkor a gyomrom megkezdte azon vegyműködés, ami a veséshez kell, meg a spelóthoz. Az a megövetés élő. Borjúra készült a marhátka! Teljesen más savakat kell produkálni. Olyanok, amikhez a marhát!